Azért csapódtam hozzáig, mert hogy szerették a szakszizom. Ahogy szakszizom. Szakszizom! Sanyi, ne csináld már! Sanyikám! Amikor Zinger szakszizik, akkor mindig megmozdul bennem valami. Egy érzés, hogy megfojtom, vagy valami ilyesmi. Ismereteim szerint te vagy az a történetének legmagasabb játékosa, ha pontos az információ, akkor 215 centire nyúltál, vagy most az az aktuális magasságod. Hogy ilyen bulváros, ilyen kiskegyedes kérdéssel nyissak, hogy mikor nyúltál meg ennyire, vagy honnan ered ez a magasság, a szüleid milyen magasak voltak, hát honnan hozod ezt? A szüleim sem alacsonyak, édesapám, amikor leszerelt 201 centi volt, édesanyám 178 centi körül van nekem, a dédszüleim voltak, azt mesélték, a dédszüleim voltak magasak, meg nagy válasok. Hogy mikor nyúltam meg, ennyire az igazából kiskorom óta. Nem születtem nagy babaként, de már óvodában is látszott a képeken, hogy sokkal magasabb vagyok a többiektől. És a szakemberek mit mondanak, hogy nyúlsz még, vagy ez már végleges közeli állapot? Ez a végleges közeli állapot, azt mondták. Pár évvel ezelőtt mondták azt, hogy még van 2-3 centi bennem, de az kb. Be is teljesült. Aha. És ilyen magassággal teljesen egyértelmű volt, hogy kosárlabdáz, vagy volt más sportág is, ami szóba jöhetett? Nem volt egyértelmű. Én nem nagyon voltam sportolós gyerek. Szüleim mindenképpen szerették volna, amiatt is, hogy megerősödjek. Ugye gyorsan nyúltam, a gerincem sem volt túl erős, ezért eleinte úsztam. Azután meg szóba jött a vízilabda is, meg a röplabda is, bármilyen sport csak csináljam. Aztán végül a kosárlabda mellett döntöttem. Édesapám nagyon jóban van Sitkó Ernővel, és Ernő is segített ebben, meg ennek van egy külön kis története is. Oké, és akkor az első emléked a kosárlabdával kapcsolatban az milyen emberhez, milyen edzéshez, milyen korhoz kötődik? Hát én 2008-ban 14 évesen kezdtem el kosárlabdázni. Meglehetősen későn, lehet ezt mondani. Igen, igen. De itt látva a nagyok, és szó szerint is nagyok példáját, mint például a Sitkó Ernőjét is, nem késtem el igazából vele, mert ők is 14-15, Ziegler Laci is 16 éves kora körül kezdett el kosárlabdázni. Úgyhogy reméljük, hogy... Nem késtél még semmire. Oké. Van a te még kosárlabdát nem érintő élettörténetedben egy érdekes momentum, vagy talán így laikusok számára érdekes lehet az, hogy az iskoládat egy speciális helyen, a Waldorf iskolában jártad. Igen. Röviden, mi ennek a története, milyen az a Waldorf iskola, aki nem tudná? A Waldorf iskola az egy alternatív oktatású intézmény, amelyik nem állami. Egy alapfokú művészeti alapokat is ad. Nekem először a nővérem kezdett el oda járni Nyíregyházán, aztán majd a következő évben én, majd édesanyám is ott kezdett el tanítani, és a húgom is már óvodától kezdve Waldorf intézménybe járt. Én a gimnáziumi éveimet sajnos nem tudtam már ott befejezni, mert utolsó évben ugye elköltöztem Paksra, én ott érettségiztem le végül, de 11. osztályig én is Waldorf iskolába jártam. És az életednek egy jelentős Igen, nekem nagyon, én ott nagyon sok élménnyel is gazdagodtam, meg nagyon szép emlékeim vannak vele kapcsolatban. És visszatérve a kosárlabdához, a nyíregyházi karrieredet, ezt hogy írnád le? Mik voltak a lépcsők, milyen edzőkkel dolgoztál, és hogyan lépkedtél előre? Nyíregyházán egy korosztályban volt két csapat is, volt a
volt a nyílsuli, meg volt egy GKS nevezetű csapat, ami a nyílsuli volt, ami több sportágat átfogott, a GKS az meg egy személy kezében volt főként, ez egy ilyen magánvállalkozásnak indult. Gombkötő Norbert. Igen, Gombkötő Norbert nevéhez fűződik a G, mint Gombi, kosársuli, és amikor összevonták a nyílsuli meg a GKS-nek a junior korosztályát, akkor lettünk igazán eredményesebbek. Ott az első évben a bajai junior döntőn még fiatal juniorként negyedik helyezést értük el, úgyhogy egy Polyák Laci, aki igencsak meghatározó ember volt a csapatunkban, ő sérült volt. Majd a következő évben, 2011-ben... Jegyezzük meg, akkor az Ete második lett. Igen. Igen. 2011-ben lettünk bajnokok a junior csapattal, úgyhogy veretlenül mentünk végig az egész szezonban. Pár nevet tudnál mondani ebből a csapatból? Igen, igen. Most eléggé szétszóródtunk, de akik meghatározó játékosok voltak, az Bus Iván, Jakab Péter, Polyák László, Varga Márton Nyíregyházáról, Pavlovics Vuk, meg én voltam még. Így ennyi voltunk a meghatározóbbak, de a többiek is nagyon sokat tettek hozzá természetesen ahhoz, hogy ilyen eredményt érjünk el. Említetted, hogy kicsit szétszóródott ez a társaság, te is 17-18 évesen Paksra kerültél. Mi szólt a távozás mellett, és miért pont Paks? Hát igazából 2011-ben lettünk ugye bajnokok, és a nyári időszakban hívott be Völgyi Peti az úszas válogatottban, én ott ismerkedtem meg vele. És ott ő mondta, hogy Paksra hívták, és Bus Ivánnal együtt hívott minket Paksra, mint fiatalokat. Ez igazából nagyon, nagyon nehéz döntés volt nekem, akkor még éppen nem töltöttem be a 18. életévemet, és igazából nagyon nagy lehetőség volt ez, elmenni otthonról, meg nagyon sok mindent ígért, hogy fogunk tudni egyénileg is dolgozni sokat, meg oda fog rám figyelni, amiket amíg ott volt, addig be is tartott. És de igazából ezek voltak a főbb okok. És hogy értékeled a paksi két évet? Hát egyénileg leginkább egyénileg, a csapat eredményekkel tisztában vagyunk. Igazából a felnőtt eredményekhez nem tudtam úgy igazán hozzátenni. Sajnos 23-ban sem értünk el nagyobb teljesítményt, de igazából nagyon jól éreztem magam, mert nagyon sokat dolgoztam ott, bár több munkával ezt még jobban tudtam volna előre haladni, de ugye közre játszottak ezek az edzőváltások is ebben, hogy ez nem teljesen úgy jött össze, mint ahogy a legelején elterveztük. És így jött képbe az Alaegerszeg, hogy az idei nyárra ugorjunk. Tudtommal több olyan átcsoportos csapat is hívott, vagy hívott olyan átcsoportos csapat, amelyik B csoportos játék lehetőséggel is kínált. Mégis anélkül neveket mondanánk, mégis az Alaegerszeget választottad. Igen, hát ez ismét nagyon nehéz döntés volt, mert nagyon sok ember, nagyon sok edző úgy tartja, hogy a játék, a meccsbeli játék a legjobb edzés, ott tud az ember a legtöbbet fejlődni. Viszont voltak közte olyan edzők is, akiket nagyon tisztelek és nagyon nagyra tartok, köztük van ugye Völgyi Peti is, aki még elsősorban az egyéni munkát, a fizikális erősítéseket, a technikai dolgokat helyezné inkább előtérbe, és majd csak azután a játékokat. És az Alaegerszeg erre a
szerintem a legkiválóbb hely, hogy ezeket ebben mindben tudjak előrelépni. Szintén az idei nyárnál maradva részt vettél az U20-as csapat romániai szereplésében is, ahol harmadik helyet értetek el. Hogy értékeled ezt az eredményt, illetve az egyéni teljesítményedet? Ez egy elvárás volt, hogy a B csoportos EB-n, tehát Európa 20-valahányadik helyén végeztünk gyakorlatilag, vagy ez egy bravúros szereplés volt inkább? Ez bravúros szereplés volt, valamilyen szinten elvárás is volt, de inkább ez reálisan nézve volt célkitűzés, ez a harmadik hely. Úgy mentünk ki, hogy szeretnénk mindenképpen feljutni az A divízióba, és ezt hál' Istennek sikerült is összehoznunk. Egyéni teljesítményed, mennyi játék lehetőséghez jutottál, és mennyit inkább, sikerült bizonyítanod? Inkább kiegészítő szerepet kaptam, de szerintem amennyire tudtam, értem a lehetőséggel. Jutott-e időt pihenésre rögtön a romániai EB után? Igen, két hetet pihentem. Az első évben végig Nyíregyházán voltam otthon. Az tényleg szó szerinti pihenéssel, nagyon sok alvással és a családdal töltött idővel ment el, meg a múlt héten tudtunk egy kicsit szintén a családdal nyaralni a Balaton partján. Hétfő napon elkezdődött új csapatod edzése, felkészülése a következő szezonra. Kiket ismertél, volt-e ismerős arca a csapatban, illetve a csapat környékén, és mit vársz a csapattól, illetve magadtól? Igen, hát ugye Völgyi Petit, Kovács Ádámot és Kálmán Tamást is Paksról ismertem. Ott játszottunk egy csapatban. Kovács Ádival ugye csak egy évet, Kálmival két évet is. Meg ugye Völgyi Peti, meg ő volt kétszer is válogatottban edzőm, meg az a kis időszak, amit Pakson töltöttünk el együtt, ő onnan volt ismerős nekem. Többiek hallomásból, igen, ellenfélként. Ádival nagyon jóba voltunk, nagyon jóba vagyunk még mindig. Sokat beszélgettünk, meg ő is benne volt a bronzérmes válogatott csapatban. És sokat tudtunk erről beszélgetni. Hallomásból is ismertem mindenkit, meg azért pályán is találkoztunk már. Tegyük fel azt a helyzetet, hogy mindketten itt vagyunk, és másfél év múlva találkozunk ugyanezen a helyen. Mikor lennél elégedett? Azért másfél év az nagy idő, tehát talán ki lehet nagy idő, meg egyfelől nem is nagy idő. Tehát ki lehet célokat tűzni akár, hogy... Igen. Egy milyen teljesítménnyel, egyéni csapat teljesítménnyel lennél elégedett, milyen fejlődési pályát szeretnél magadnak? Másfél év múlva az ugye már egy következő szezon lenne. Addigra már mindenképpen szeretném, hogy A csoportban is tudjanak rám számítani minél többet. És a csapatszinten meg nyilván a korábbi helyezéseknél egyre fentebb lépcsőfokonként. Hát úgy legyen, és akkor nagy szeretettel köszöntünk téged Zalaegerszegen, és jó munkát kívánok!